és hát itt az idő. Köszöntsük a pályán a Budapest Wolves csapatát. Várjuk. Köszönöm. Köszönöm. Megkérem a vendégcsapat kapitányait, hogy üdvözöljék a hazai csapatot. Van egy érmény, fej, írás. Mi a választás az első félidőre? Mi volt a választás? Az eredményi írás, te mit választanak? Visszahordást választanak? Melyik oldalról végzik el? Köszönöm, forduljanak bennek megfelelően. A pénzfeldobást a hazai csapat nyerte, az első félidőre visszahordást választottak. Jó játékot, uraim! Tehát a Miskolc Steelers fogja kezdeni a támadás sorozatot. Az első drive-ot a Miskolc Steelers vezetheti. És először is a speciálteam fog fellépni a pályára, megpróbáljuk a lehető legjobb pozícióba visszahordani a labdát. Touchdown! Oh my heavens!
első futására próbálkozott a Steelers, ezt gyakorlatilag az elején megállította még a Bulls védelem. Futás már sokkal több yardot eredményezett, egy szélső futást láttunk André White-tól, akitől megszokhattuk, hogy nagyon aktív és igen agilis futójátékos, ismét gyakorlatilag 5 yardot sikerült ezzel a futásból hozni, harmadik próbálé történik. Ismét egy futást látunk, másik nagyon jó képességű futójátékos, a Leshif Pavlo áthozta a csapatot a first down vonalon, és első próbálkozással jöhet ismét a Miskolc Steelers. Játékot látunk, sajnos a elkapás nem sikerült, igen közel volt pedig a labdához a játékos, de kipattant a kezéből is, második és 10 következik. Tehát egy középső futással próbálkozott a Steelers, ezt ismét sikerült megállítani a Budapest Wolvesnak még a vonal előtt, harmadik próbálkozás. Az megvolt, és kis tumultus után várjuk a bíró döntését, és az elkapás jó volt. A forward progress megállt, ezért first down a Miskolcnak. És ismét first down-nal jöhet a Miskolc, első és 10. Kísérletet láttunk, és
adós vagyok még. Az előbb a 87-es Pengvesi Csaba volt az, aki sikerült kiharcolni a First Down. Most pedig második is. Kicsit magasan jött fel a step, Jordan saját maga próbálta yardokat hozni, de ha jól látom, akkor körülbelül 2 yardot sikerült előre haladni ebből a támadásból. A 3. és 8 következik. Helyzetből kellett eldobni a basszit Jordannek ezt a paszt. És hát nem is volt pontos sajnos ez a játék, ugyanis sikerült megszerezni a Wolves defense-nek egy gyönyörű interception-nel. Így jöhet a Wolves első támadása. Játékot látunk, Bencsics passzát sikerült elkapni a Wolves elkapójának, és First Down rögtön az első play-től, első és 10. Próbálkozik a Wolves, 3. és 8. Után a 35-ös környékéről jöhet majd a Miskolc Steelers támadása. A Vasil Jordanék ismét a pályán, és újból felépíthetnek egy drive-ot.
egy futóformációt láttunk, és ebből sikerült jó pár jártot előre haladni a Miskolc Steelersnek. André White volt ismét, aki 5 yardot haladt előre a labdával. Középen Flesi Palló, és majdnem sikerült a first down-t megcsinálni. Incsekben vagyunk gyakorlatilag a first down-tól. És Vasil Jordan is saját maga oldotta meg ezt a rövid távolságot, first down Miskolc Steelers. Futást láttuk, oldalsó futásból ismét sikerült 5 yardot hozni André White-nak. Oldalsó paszt látunk, jobb oldalra. Nézzük, hogy hova rakják le a bírók a labdát. És ismét harmadik és incsek vannak hátra, amit az előbb nagyon jól sikerült megoldani a Vasil Jordannek. Megoldottan, nem is akárhogyan, ugyanis nem csak first down, hanem körülbelül 10 yardot sikerült előre haladnia a labdával. Jöhet ismét a Miskolc Steelers támadása. Első is 10. Védőtől.
időkérés. Miskolc Steelers, első csapat időkérés. A hátralévő idő a negyedből 2 perc 18 másodperc. Után úgy döntött a Miskolc Steelers, hogy két pontos helyet egy pontosra megy, és nagyon jól tették. 7-0-ra módosult így az állás. Vezet a Miskolc Steelers! Pontot természetesen, mint ahogy megszoktuk, Jónás Máté rúgta a két rúd közé, és most ő jön a kirúgással. Egy nagyon szép visszafutást látunk a Wolves-tól, és Jónás Máté volt az, aki megállította a visszahordó játékost, viszont van egy sárga zászló. Visszahordó csapat 9-es számú játékos, 10 yard büntetés, első kísérlet Budapest 20. Viszont történt egy szabálytalanság a visszahordás közben, a Wolves ezért 10 yardról hátrébb kezdheti meg a támadást. Bencsics oldalsó passza megtalálta az elkapóját, és 6 yardot sikerült előre haladni az első playből. Próbálja görgetni a játékot, ismét no huddle offense-ből mentek és csináltak first down-t.
másodikra egy futás. És ismét sikerült first down-t elérni a Wolves-nak, első és 10. Gyönyörű passz volt, bár odaért a védőjátékos, de elment a labda, és a 25-ös Jónás Máté akadályozta meg az elkapót abba, hogy komplett elpakászt legyen. Második próbálkozással jöhet ismét a Wolves. A bal oldalra tartó futás Juri Nahornyak olvasta nagyon szépen, és két jar után sikerült megállítani a harmadik. A középső futást látunk ismét. Sikerült a first down-t elérni a Budapest Wolves-nak, első és 10. Vége az első negyednek. És időközben letelt az első negyed, fordulnak a játékosok. És amíg megfordulnak a játékosok, hogy mondjam el, hogy ugye a tabellán a Wolves jelenleg az első helyen áll, 3 győzelemmel. A második a Nyíregyháza Tigers 2 győzelemmel, ugye nekik egy mérkőzéssel kevesebb van, ugyanis a Miskolc Steelers elleni mérkőzés az első fordulóból elmaradt, amit június 9-én fognak pótolni. A harmadik a Cowboys, 3 győzelemmel és 1 vereséggel, ugye a tegnapi napon Székesfehérváron sikerült nyerni a Cowboysnek, illetve a negyedik és még rájátszást érő helyen a Miskolc Steelers áll, őknek is 1 mérkőzéssel kevesebb van, 1-1-es összesítéssel állnak jelenleg. Bencsics nagyon ügyesen mozgott ki oldalra, és egy rövid passz után ismét jöhet a Wolves, folytathatja a támadását. Második is, 2, ez 8 javatot ért ez a támadás. Középső futás. Sikerült megállítani a Steelers védelemnek. Harmadik is.
ismét egy nagyon jó olvasást látunk, az a sárga zászló a pályán ismét. Offside, defense, ötös számú játékos, az 5 yard büntetés első kísérletet eredményez. Miskolc Steelers defensív lánya volt, aki bemozdult idő előtt, és így körzben Budapest News. Ismét sárga zászló a pályán, viszont a passzjáték komplet volt, amit sikerült is bevinni az elkapónak. Várjuk meg a bíró döntését. A játék során personal foul, roughing the passer, defense 5-ös számú játékos, a büntetést, a 15 yardos büntetést a kickoffnál mérjük ki. És mint a védelemben volt egy súlyosabb szabálytalanság, megfelelődik a támadásnak. A rúgás jó, így 7-7 az állás. Hét ez gyakorlatilag nem szokatlan a két csapat mérkőzésein, ugyanis jellemzően szoros mérkőzéseket vívtak a csapatok, leszámítva ugye a 2015-ös első HFL találkozását a két csapatnak, akkor ugye jelenleg is rekordot érő 80-40-es vereséget mért a Bulls a Steelersre, de onnantól kezdve 2016-ban is, illetve 2017-ben is folyamatosan a Miskolc Steelersnek sikerült a mérkőzéseit megnyerni. 2016-ban a Bulls otthonában 16-28, 2017-ben ugyancsak a Bulls otthonában az alapszakaszban 23-35-ös siker, és 2017-ben egy nagyon kiélezett rájátszás mérkőzése 27-25-re sikerült nyernie a Steelersnek. És a Bulls egy onside kickkel próbálta megszerezni a labdát, rövid rúgás volt, az első sor össze is szedte, és a Steelers így a 40-es yard vonalról kezdheti a drive-ját. Játékot láttunk, sajnos hosszúra sikerült ez a passz, André White, hiába gyors lábú játékos, nem sikerült utolérnie, hogy nem passzák.
viszont egy fontos paszt látjuk a first down határán van a labda, ismét harmadik és incsek, ezen a mérkőzésen már a harmadik. Basil Jordan ismét maga indult meg a labdával, és sikerült is megoldani a first down. Első is 10. Gyönyörű elkapás. Ami ismét first down tért. Nagyon közel sikerült érni a megszerzéshez, ismét a Red Zone-ban, a Michigan Steelers. Nagyon szépen kapta el a elkapó ezt a játékos. Ushenko 82-es számmal. Az előbb is már nagy szerepet játszott abban, hogy előre haladt a Michigan Steelers offense, és most touchdownra váltja ezt a támadást. 13-7 Michigan Steelers javára. Start, offense, 17-es számú játékos, nem állt meg egy másodpercre a játékos, 5 yard büntetés, megismételjük az extra pontot. 5 yardos büntetés után ismét próbálkozhat az extra ponttal a Michigan Steelers. És ismét Jónás Máté áll a labda mögé, ha jól látom. Sikerült kontraváltani ezt a rúgást is. 14-7 vezet a Michigan Steelers. Ismét sikerült előnybe kerülni a Budapest Wolves-szal szemben. Cause you don't care
Hatalmas kirúgás, Jónás Máté ugye elnyűhetetlenül rúgdossa a labdát, és touchback nem tudja visszahordani a labdát a Wolves. Így a 20-asról indulhat a Wolves támadása. Nagyon szép paszt látunk. Sikerült first down-ra hozni rögtön az első play-t. Szabó Martin állította meg a elkapó játékost, hogy tovább vigye a labdát. Első és 10. Tovább pörgeti a játékot a Wolves. Lenner újabb futását láttuk. Ismételten first downer. Újabb futást sikerült most viszont megállítani. Egy yardot sikerült előrehozni a Wolvesnak. Jobb oldalra, László a pályán. Valami szabálytalannak láttak a játékot. Holding, offense, 10-es számú játékos, 10 yard büntetés után megismételjük a második kísérletet. Egy támadó szabálytalanságot ítélnek. 10 yard büntetés után nem előre, hanem gyakorlatilag hátra haladt a Wolves ezzel a támadással. Passz, viszont az elkapás az nem sikerül. Harmadik és 3. Köszönöm.
elforgatott helyzetből is sikerült Bencsics Márknak eldobni a labdát, ami főrzták eredményezett. Első és 10. Lender újabb futása középen, és gyorsan előre haladni a... Most a következő futását Lendernek már sikerült megállítani. Így harmadik próbálkozás következik, 7 yardban. Sikerült elég szűrű nyomást helyezni az irányítóra, viszont Bencsics a körülön megszokott módon elég ügyesen oldotta meg. Saját maga futott ki bal oldalra, és first down tért el a Bulls. Ismét Bencsics volt, aki futott a labdával. Ezúttal a jobb oldalra. Viszont 200-szoros van a pályán. Illegal block in the back. Offense, 10-es számú játékos. 10-ön büntetés, megismételjük a kísérletet. Szabálytalan blokkolás miatt. Ismét a Bulls-ok törköznek. Futással próbálkozott a Bulls tovább vinni a labdát. Ez a Steelers védelme sikeresen odaért. Két yardot sikerült lehozni. És harmadik próbálkozás. Viszont nagyon szépen védekezte le a Steelers védelmet. Sikerült kiütni a labdát az elkapó kezéből. Negyedik. És 6. Field goal kísérlet. Fényvon sikeres volt, 3 pontot lehet felírni a Bulls csapatában mellé, és így 14-10 ismét a Steelers támadhat majd.
3 perc van még a fél időből. És ismét egy rövid próbálkozás a Wolves részéről, amit Nagy Donát lefülelt. És ismét nagyon jó pozícióból, 40-es yard környékéről indulhat az újabb Steelers drive. Lássuk, hogy sikerül-e újabb pontokat feltenni a táblára. Ez nagyon nagy eredmény lenne, hiszen a Wolves az eddigi 3 meccsén kapott 15 pontot. Jelenleg 14 ponttal áll a Steelers. És André White nyomatékosítja, hogy szeretnének ebbe a fél időbe a 14 ponton változtatni, és újabb touchdown-t elérni. Első és 10. Adogott egy kicsit a labda ugyan Jordan kezébe, de sikerült olyannyira megszelídíteni, hogy André White kezébe adta, és ha már ott volt a kezébe, akkor meg sem állt André White tőle megszokott módon, és ismét first down, gyakorlatilag a red zone közelében most már a Steelers offense. Warning, tehát 2 perc van hátra az első fél időből. Úgy gondolom, hogy nagyon jó pozícióból folytatódhat első és 10 is. Gyakorlatilag 20 yardot kellene megtenni már csak ahhoz, hogy újabb pontokat rakom fel a táblára a Pittsburgh Steelers, aminek nagyon nagy szükség lenne, hogy nyugodtan lehessen pihenőre vonulni. Nagyon nagy ütést kapott Jordan egy védőjátékostól, és sajnos a labda tényleg nagyon lassan szállt a endzone felé, és hát egy Wolves játékosnak sikerült megszerezni interception. És jöhet a Wolves offense, így ők kapnak esélyt arra, hogy akár döntetlenre, hogy akár vezetésre váltsák ezt a támadást. Nagyon kis helye marad a Wolvesnak ugye felépíteni ezt a támadást, és egy passzjátékkal próbálkozott Bencsics már, ami hosszú volt. Ah!
ismét sikerült megállítani. Harmadik próbálkozással jöhet a busz. Budapest 20, első csapat időkérés, a fél időből 41 másodperc van hátra. Kovács István érzi, hogy bár náluk van a labda, de elég szorongatott helyzetből kell kihozni, szorongatott helyzetből kell kihozni ezt a játékot, és jobbnak látta, hogyha időt kér, és átbeszélik a taktikát. Mind a két csapat újhat egyet a fél idő vége előtt. Valószínűleg a védőjátékosok mozdultak be idő előtt ismét. Fourth time. Offense, 13-as számú játékos. Megfelelő távolságot a gólvonali. Marad a harmadik kísérlet. Ők csak úgy néz ki, hogy reagáltak a Wolves támadó sorának a hamar indulására, és ismét harmadik. Viszont ezt a támadás nagyon szépen oldotta meg a Wolves, azt kell, hogy mondjam. Nagyon üresen hagyták a Wolves elkapóját. És hát Bencs is rutinosan kihasználta ezt. Második próbálkozás következik. Kénytelen volt maga elindulni ismét a labdával, nem látott szabad elkapót, kimozgott, ismét áll az óra, és harmadik próbálkozás következik. Időkérés, Budapest 20, második csapat időkérés, a fél időből 9 másodperc van hátra.
Kovács és Csányik úgy látszik próbálják kimaxolni a rendelkezésükre álló időt. És újabb időkérést hajtanak végre. Megbeszélnek újabb taktikát. Valószínűleg a félidő utolsó játéka következik. Van még idő. Negyedik. És nagy valószínűséggel ezzel az incomplete passzal le is pörgött az óra, és az első fél idő 14-10 a Miskolc Steelers javára. Izgalmas második fél időre van kilátás ismételten itt Miskolc mellett Felső Zsolcán.
Bencsics már passzát és first down, ezzel át is lépték a felező vonalat, és folytatják a első félidőben elkezdett no huddle offense-t. Lenner, Péter és 5 yardon áll jelenleg a Wolves támadása, harmadik play következik. És továbbra is Lenner középső futása, amit sikerült megállítani Rahimov 92-essel volt, aki negyedik play-re kényszeríti a Wolves támadását. Hatalmas ütközés, és egyessel Deante Butler, mint egy fal állt be Lennert Péter elé, és hatalmas ütközés után sikerült leparancsolni a Wolves támadó sorát. Jöhet az első támadása ebben a félidőben a Steelers csapatának. Maradt a 14-10-es Steelers vezetés. Egy passzkísérlet, ami messze elszállt a elkapó mellett. Fenbesi nem tudta megszelíteni ezt a paszt.
Anthony White újabb futása. Harmadik is. 6 a megfelelő távolság. Óriási lendülettel ismét André White gyakorlatilag megállíthatatlanul suhant át a first down vonalon, és a végén egy hatalmas ütközéssel sikerült megállítani a Wolves védőinek André White-ot. A lényeg, hogy a Wolves tér felén folytatódik a támadás, első és 10. Nagyon jól látta meg Jordan, hogy szabadon mozog a 87-es fenyvesi, viszont mögé ment a passz, és elkaphatatlan volt sajnos. Pablo rövid futását láttuk. 3 yardot sikerült ebből a futásból hozni Steelers offense-nek. 3. és 6. Gyönyörűen mondott el Jordan a rájövő defense játékos ellen, és fenyvesi elkapása után ismét first down, illetve egy sárga zászló a pályán, ezt várjuk még meg. Holding, offense, 77-es számú játékos, 10 yard büntetés, megismételjük a kísérletet. 77-es számú offense fal játékos, már lát a szabálytalanságot. Ezért nem hogy előre, hanem hátra sikerült haladni. Próbálkozásra egy hosszú passz, amivel próbált operálni a Steelers offense. Viszont a 82-es Ushenko nem tudta ezt a labdát elkapni. Sajnos távol ment tőle a labda. 4. Illegal substitution, defense, 12 ember a pályán, 5 yard büntetés, továbbra is 4. kísérlet. Yeah.
hiba után hiba a Steelers csapatánál is. Gyakorlatilag átengedték a Wolves blokkoló játékosát, aki nagyon jó ütembe ugrott oda a labdára. És a 40-es yardról jöhet a Wolves támadása nagyon jó pozícióból. Ismét nagy teljesítményre van szükség a Steelers defense-től. Incomplete pass. És 10-nél Elek kapta el Bencsics már passzát. Egy passzjátékot láttunk, amivel ismét first down szerzett a Budapest Wolves. Hát ez majdnem megvolt. Martin úszott a levegőbe, hogy megszerezze ezt a labdát, de sajnos nem sikerült neki. Bencsics ismét egymaga vállalta magára, hogy viszi előre a Wolves offense-t, és sikerült is, első és gól. Hozott ítélet, a touchdowntól rövidebb, tehát nem ért el touchdownt, de vissza szeretném nézni. Ugye az idei évtől lehetősége van a játékvezetőknek, hogy kétes esetben visszanézzék a támadást, és most ezt láthatjuk. Ugye a pályán hozott döntés az, hogy nincs touchdown, rövidebb, viszont az videó függvényében ez még változhat. Addig még visszanézik a játékvezetők ezt a jelenetet. Még adós maradtam az alsóház helyezéseivel. Ugye jelenleg az ötödik helyen a Sharks áll. Egy győzelemmel, két vereséggel. Az Eagles a hatodik, egy győzelemmel, két vereséggel. Az Entroners a hetedik. A pályán hozott ítéletet megerősítjük, az egy yardosról fogunk jönni.
ember időközben. Egy yardról jöhet a Bulls támadása, és hogy befejezzem, az Entrooners a hetedik, és a Gorillaz jelenleg a nyolcadik helyen áll. Nem nyertek még mérkőzést az idén, de ezzel a mérkőzéssel egy időben, illetve kicsivel később is még két mérkőzés van hátra ebből a fordulóból. Még nincs bent az a labda, ha esetleg valakibe felmerülne a kérdés. Harmadik lehetőség. Egy passzjáték is, nagyon jó ütemben érkezett oda a Steelers védője. Svak Renato, és megakadályozta az elkapást. És negyedik próbálkozás, és jelen állás szerint úgy néz ki, hogy rúgás következik. Tehát 14-10-nél field goal. Amit sikerült berúgnia. Sikerült berúgni, tehát 14-13-ra módosult az állás. A vezetés az még mindig a Steelersnél van, és mi támadhatunk. Úgy látszik, nem sikerült az izgalmakat az öltözőbe hagyni a két csapatnak, és a szokáshoz hűen egy nagyon szoros mérkőzést látunk. Benjamin Gordon a Wolves import játékosra hajtotta végre. Touchbacket rúgott, és hát ennyivel előtte ő rúgta be az extra pontot is, illetve a field goalt 3 pontot ért. És 14-10-ről kezdődik a Steelers támadása. A 20 yardos vonalról. Conmigo, tú conmigo, con todo, con todo, que más tiene conmigo.
másodikra nagyon nehéz volt célpontot találni a Jordannek. Viszont a harmadik következik. Körülbelül egy jarrot, amit meg kell tenni. És akkor kijöhet szorongatott helyzetében a Steelers offense. Ismét André White volt az, aki mint már sokatszor megoldotta Steelersnek ezt a problémáját, és first down, Miskolc Steelers, első és 10. Középső futás, hatalmas csattanással vitték le a 27-es Steelers játékost. Második és 5. Futással próbálkoztunk előre haladni ismét. Viszont nagyon szemfülesen olvasta ezt a Bulls defense. Ismét futás, ismét André White. És a kérdés, hogy mennyit jelentett. Negyedik és rövid a szituáció. És úgy néz ki, hogy Jordanéket ez nem ijeszti meg, és a saját térfélen is felállnak. És nagyon úgy néz ki, hogy sikeres volt. Offside. Ez a csel. Defense. 5 yard büntetés. Első kísérlet. A defense ugye offside-ra futott, és így első és 10. Oldalsó passz volt, toss passz, amivel André White ismét meglódult, viszont zászlók vannak a pályán, várjuk meg, hogy ez mit jelent. Holding. Offense, 82. számú játékos, 10 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. Megismételjük a kísérletet. Tehát egy támadó szabálytalanságot láttak a
játékvezető. Első is 15. Egy kicsit magasan jött fel a snap. Jordannek meg kellett itt még szelidíteni, mielőtt eldobta. Szállt is a labda, de... Vége a harmadik negyednek. Úgy szállt, és ezzel véget is ért a harmadik negyed. Az utolsó negyedikbe fordulnak a csapatok úgy, hogy 14-13-as Steelers vezetés jelenleg az állás, és maradhat továbbra is támadásban a Steelers. És a reklámszót után ugye folytatódik a mérkőzés. Második és 15, 14-13 a Michigan Steelers javára, és az utolsó negyedbe fordultak a csapatok. Hát egy toszpaszt látunk. Kicsit úgy nézett ki az elején, hogy talán van egy kis rés a Wolves védelmén, de nagyon gyorsan odaértek a Wolves defense játékosai, és sikerült megállítani nagyon hamar ezt a támadást. Két yardal hátrább is szorult a Steelers offense, harmadik és 17. Tehát úgy gondolom, hogy pont ilyen szituációkat kellene megoldani ahhoz a Steelers offense-nek, hogy ezt a mérkőzést meg lehessen nyerni. Basszett Jordan ismét magasan kapta ezt a snappet, de maga indult meg a labdával, és bár nagyon szép, hosszú futást sikerült végrehajtani, de így is negyedik és nyolcnál nagy valószínűséggel pánttal következik a mérkőzés. Ezúttal nem sikerült leblokkolni a Wolves defense-nek ezt a rúgást. Touchback, és a 20-asról jöhet a Wolves támadása. Maradt a 14-13, egy pontos különbség.
úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas még ez a hátralévő jó pár perc. Egyik csapat sem dőlhet hátra. Most kell mindent beleadni, hogy sikerüljön megnyerni ezt a mérkőzést. Után lenne Péter kezébe adta Bencsics a labdát, és középen futott ismét. Második. Basz, nem sikerült. Kipörbült az elkapó játékos kezébe, így harmadik próbálkozás fog jönni. Ráhimovnak sikerült jól olvasni ezt az előre paszt. És negyedik próbálkozás. Fent is van a Wolves speciál tímje és a rúgójátékos. Benjamin Gordon. Hát ez nem is ugye Benjamin Gordon volt, mint a rúgásból kiderült, hanem Majoros Csaba. Hát enyhén szólva nem sikerült ezt a rúgást jól végrehajtani. És a 40 yardosról jöhet a Steelers offense, hatalmas lehetőség ez így a utolsó negyedbe. Gyönyörűen láttam meg a lyukat, André Vájt. És Ágota Balázs állította meg felé robogó vonatot. Második és öt. Lesi Pavlov volt az, aki fullback futással próbált áthaladni. Néhány yard volt a jutalma. Harmadik és pár yard az, amit még haladni kell, hogy folytatódhasson ez a támadás. Sárga zászló a pályán. Ha minden igaz, a first down vonalon átment ugyan a labda, viszont várjuk meg a bíró döntését. Holding, offense 77-es számú játékos, 10 yard büntetés, megismételjük a kísérletet. Viszont egy holding ismét, amivel kénytelenek vagyunk hátrébb. Jönni.
11 és 12. Hosszú passz, ami túl hosszú is. Viszont van egy zászló a pályán ismét. Personnel for roughing the passer, defense 97-es számú játékos, 15 yard büntetés, első kísérlet. Egy hatalmas fegyelmi hiba a Wolvesnál. Úgy látszik, ez a meleg azért a fáradékonyságra is hatással van. 15 yardos büntetést kapott a defense, és így first down, és az end zone közelébe, red zone környékén van már a Steelers offense. Első és 10. Első és 10-re egy irányító futást látunk középen. Olyannyira, hogy first down is ért. Jordan vállalta magára a play-nek az oroszlán részét. Mint ez first down jelenleg nem ért, pár yardot sikerült előre haladni. Második és 8 körülbelül a távolság. Úgy látom, hogy Jordan, ahogy megkapta a labdát, valószínűleg elvesztett az egyensúlyát és letérdelt. Meg is állt ott a támadás rögtön. És hiába adta át a labdát, utána már gyakorlottan áll, ami várja a veszteséget jelen most. Harmadik lehetőség. Kockázatos passz ment be a az endzone-ba, de közben Sárga Zászló ismét a pályán. Ugye a harmadik drive-nál járunk. Personal for roughing the passer. Defense 97-es számú játékos. Megfelezzük a távolságot. Automatikus first down. Hát úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy lehetőség most a Steelers számára. Általában azért két 15 yardos büntetést ritkán látunk egy drive-on belül, ami most megtörtént, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag első is gól szituáció. És André White élt a lehetőséggel, és ismét 6 ponttal növeli a Steelers előnyét. És 20-13.
jelenleg az állás. Egy extra ponttal 8 pontos különbségre is lehet növelni, ami már egy touchdownon kívül van. Hatalmas slalom mutatott ott White kis területen. És végrehajtottak gyakorlatilag azt, amiért ő jött. És amit már számtalanszor látott tőle a közönség. Az extra pont ismét jó. Jónás Máté. Miskolc Steelers. Budapest Bulls 21. 21-13 és 8 pont ezzel a különbség. Viszont úgy gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra egy olyan csapattal szemben, aki jelenleg 3 győzelemmel a tabellát vezeti. Mindenféleképpen még izgalmas lesz ez a hátralévő idő. Kicsit a szél is rásegített erre a rúgásra, negatív értelemben legalábbis a Steelers szemközőjegében. Kicsit lelassult a labda a levegőbe, így. Kick-off out of bound, rúgó csapat, 30 yardos büntetés után a 35-ösről first down Budapest 20. Végeredményben 35-ös yardról indulhat a Bulls támadása. Kicsics oldalsó passza találta meg a Bulls elkapóját, de rögtön ott voltak a Steelers defense játékosai. Sikerült időben megállítani még ezt a támadást. Pályán hozott ítélet, hogy a futó nem volt a labdával, szeretnénk visszanézni. Viszont mivel tényleg szoros a mérkőzés, és ugye itten bármilyen apró jelenet, vagy nüansz eldöntheti ezt a párharcot, ezért visszanézik ismét a bírók ezt a jelenetet. Születik az ítélet. Az eddigi fordulóból a negyedik fordulónak a eredményeit szeretném elmondani. Ugye az Entroners tegnapi napon a Cowboys-t fogadta, és a Cowboys 12-34-es győzelemmel feletette a Wolves elleni előző fordulóban elszenvedett nagy vereséget. És ugye itt a Steelers-Wolves mérkőzés jelenleg 8 ponttal vezet a hazai csapat, és mai napon még 2 mérkőzés lesz megrendezve. A Gorillaz együttese az Eagleshez látogat, és a Sharks, akik ugye a múltkori fordulóban pont a Steelers-től kaptak ki 6-35-re,
fogadja a másik nagy keleti csapatot, ugye a Tigers csapatát. A visszanézés után a pályán hozott ítéletet megváltoztatjuk. A labdavesztés után a szabályok értelmében Péter Sipszó utána rögtön közvetlenül birtokba vette a Miskolc Steelers a labdát, ezért ők jönnek first down-on. Hatalmas védekezés mutatott be a Steelers így utólag, és hát akkor sikerült visszaszerezni a labdát. Ez egy ismét egy hatalmas lehetőség, már csak azért is, mert közben rohamosan fogy az idő, és remélhetőleg jó time managementtel gyakorlatilag ezt az eredményt simán lehet jegelni, illetve hát akár növelni is lehet. Úgy gondolom, hogy Jordanék nem arról híresek, hogy jegelni fogják a jelenlegi állást, hanem megpróbálják eldönteni a mérkőzést akár ezzel a time-mal. André White futott ismét. És hát egy elég komoly távolságot sikerült lefutni az alatt a rövid idő alatt. Második, és nem sok van a first down vonalához. Leszik Pavlónak sikerült ezt a vonalat átlépnie, és gyakorlatilag a red zone-ba vagyunk, közel az end zone távolsághoz. Nagyon közel került ismét a pontszerzés lehetősége. Látunk ezt a másik oldalra. Jordan magára vállalta ismét ezt a támadást. Harmadik. Nagyon fontos támadás következik most. Kettő perces figyelmeztetés. 2-minute warning. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy sansza van most már a Steelersnek, hogy egy gyakos játékkal itthon tartsák a pontokat, de hát mivel az amerikai futballban a két perc az örökké valóságnak is tűnhet. Nagyon fontos ez a harmadik próbálkozás, tovább megy a támadás. White küldött a yardokért, de
Nagyon jól zárt most a Wolves defense. Időkérés. Budapest Wolves. Első csapat időkérés. A mérkőzésből 1 perc 52 másodperc van hátra. 1 perc 52 másodperc. És ugye... És ha jól számolom, akkor a negyedik szituáció van, 8 ponttal vezet a Miskolc Steelers, egy field goal-lal is akár behozhatatlan előnyre tehet szert a Steelers. De legalábbis egy támadáson kívülre kerül mindenféleképpen. Kérdés, hogy így gondolják-e ők is a pályán. Lebakolni a Wolves defense-nek ezt a rúgást. De még így is 8 pont a különbség a két csapat között. A zászló ott van a pályán. Még várjuk meg a bírói döntést. Labdabirtoklás csere után a visszahordás során holding, visszahordó csapat 97-es számú játékos, megfelezzük a távolságot a gólig, első kísérlet Budapest Wolves. Első kísérlet, és elég szűk helyről jöhet ismét a Wolves támadása. Gecser Máté kapta el, és nagyon ügyesen ki is vitte a labdát az oldalban a kívülre. És a zónából a labdát a Wolves játékosok. Azt hiszem, hogy defense-re ráfér egy kis buzdítás. Sikerült is ki szurkolni a közönségnek egy incomplete passt. Második és 10. Szabó Martin hetessel volt az, aki
nagyon fontos szerelést hajtott végre. És a first down előtt még megállította a támadást. Jóval, hiszen még 5 yardot kell haladni a húsznak. És ismét Szabó Martin. Gyönyörű ütemben ugrott oda a labdához. Pass interference. Defense 7-es számú játékos. A spotból first down. Budapest 20. A játékvezetők úgy látták, hogy ez a szerelés ez rosszabb ütembe érkezett, mint hogy kellett volna. Pass interference titeltek. Lehetőséget volna ahhoz, hogy beszerezzük. Mitch kezében táncolt egy kicsit a labda. És így második és 10-zel haladt tovább a mérkőzés. Start. Halott labda szabálytalanság, full start, offense, 89-es számú játékos, 5 yard büntetés, megismételjük a kísérletet. Elek Ádám volt az, aki hamarabb indult a megengedettnél. Második és 15. Bencsics Márk passzolt Maurice Uribnek, aki ugye a pálya szélén állt, és ez egy incomplete passznak lehet felfogni ebben az esetben. Nagyon szorongatták őt a Steelers védői. Kiütötte a labdát a játékos kezéből. Gyönyörű szép jelenet volt. Tanítani való szerelés volt. Úgy gondolom, ezt sokszor vissza fogja nézni a TV nézőközönség. És negyedik. Úgy gondolom, hogy nincs sok kérdés. Időkérés, Budapest 20, második csapat időkérés, a mérkőzésből 28 másodperc van hátra. 28 másodperc van hátra, úgy gondolom, hogy ebben a szituációban biztos, hogy neki fog menni a Wolves. Tehát egy kulcs játék következik, ami gyakorlatilag az egész mérkőzést lezárhatja. Hatalmas siker kapujába egyébként most a Steelers ezzel, hiszen nem hogy mumusa marad a Wolvesnak, hogyha most nyer, hanem teljesen nyíltá teszi a rájátszásért folyó körmérkőzést. Ugye azt lehet mondani, hogy majdnem minden csapat a Tigers elleni mérkőzésétől függően fog helyezéseket elérni a első 4 között.
és rossz a passz! Rossz a passz! Sikerült úgy megkergeti Bencsis Márkot, hogy nem sikerült elérni az elkapóját ezzel a labdával. Így marad a 8 pontos különbség, 21-14, és tényleg másodpercekre van a Steelers attól, hogy megszerezze idei második győzelmét, hatalmas skalpot lehet ezzel feltűzni a Steelersnek a falára. És úgy néz ki, hogy nagyon is képben van ugye Baszli Jordan, hogy mi ebben az eset, mit kell ebben az esetben csinálni. És a bírók ebben a pillanatban lefújták a mérkőzést. Miskolc Steelers, Budapest Wolves, 21-14. Hatalmas sikert hajtott végre Mitch Eaton csapata. És ezáltal hatalmas izgalmakra lehet lesz majd számolni. Nem csak a hátralévő mérkőzéseken, hanem ugye lesz egy nagyon fontos kulcsmérkőzés július 9-én a Tigers ellen. Mind a három nagy csapat, a Steelers, a Wolves és a Cardinals is a Tigers meccs előtt áll, és hatalmas mérkőzésekre lehet számítani. Gratulálunk a Miskolc Steelersnek! Thank you.